Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint... Csomagot kinyitunk! Kinyitunk egy csomagot, ugyanis... Németországból kaptunk egy csomagot, nem más küldte nekünk, mint... A Sanyi! Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, vagy ki nem, a Sanyi vlogjára, a vlogja Sanyira. Ugye a múltkor videóban megemlítettem a YouTube csatornáját, ugyanis ő is készít YouTube videókat, ilyen vlogos videókat, nem máshol itt, mint Németországból, úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg a csatornáját, itt a videó alatt megtaláljátok a linket, és iratkozzatok fel rá, hogyha tetsz, ugye, amit csinál. Úgyhogy ő küldött nekünk csomagot, képzeld el, körülbelül egy hete vagy két héttel ezelőtt, és most kaptuk meg körülbelül egy ilyen 15 perccel ezelőtt. Itt van a csomag, én késsel kibontottam, nem bontottuk ki, tehát mi nem nyitottuk ki, csak kinyitottam, hogy nem most kelljen ugye vagdosni a késsel, meg minden, mert veszélyes, meg kibökjük egymás szemét, vagy a gyerek szemét, ugye Lukasz? Úgyhogy én kinyitottam, a címet nem mutatom, hogy is rajt van a cím, és most megnézzük, hogy mi van benne egyenként. Jó, rendben? Én indulok. Én azt hiszem amúgy, hogy csoki van benne, ugyanis azt mondta, hogy édességet fog nekünk küldeni, ilyen csokikat, cukrokat Németországból. Hogyha az van benne, akkor a következő videóban, vagy az utána levő videóban csinálunk ki egy külön videót. Ilyen kóstolós, ilyen német csoki kóstolós videót fogunk csinálni, rendben van? Úgyhogy ide rakjuk, nyitom, hogy ne lássátok a címet, meg senkiét, és nem válogatunk, csak kivesszük. Na, milyen? Várjál! Mi? Kinder! Csoki, nyuszi, csoki! Nem nyuszi, csoki! Van valami tojás. Színvalannak itt? Hasonló van ennek, de nem ilyen. Nem. Ez amúgy nem... Tojás lesz? Tudja, nézd ki, ez bogyó! Nyuszi bogyó! Van ilyen hasonló, mi nálunk, de mégse ilyen. Ilyen, na mindegy, ilyen bogyó. Biztos, hogy tudjátok milyen. Amúgy én szeretem a Kinder csokit. Azt a csokit, ugye? Mert van benne játék. Úgy szokták mondani, hogy van benne, hogy három. Meglepetés, játék, meg csoki, nem? Vagy hogy szokták mondani a Kinder tojást? Igen, így szokták reklámozni Magyarországon. Kinder surprise. Ja, Kinder meglepetés. Na mindegy, úgyhogy én húzok. Egyet te húzol, egyet én húzok. Te húztál egyet, úgyhogy most én jövök. Na, húzunk egyet, dobozt fog kihúzni. Hát. Oda néz. Ilyen biztos, hogy nincs nálam. Hát, én már 100% vagyok arra. Ez csoki vagy cukor? A belsejében, mintha lenne bogyóró az egyik, de vagy több fajta van, de látod? Ja, de ez, én gondolom, hogy ez csoki. Csokinak néz ki, de a belsej nem tudom, ugyanis lehet, hogy karamellás? Nem tudom. De, látod, ide van írva, hogy karamell. Ja, karamell. Amúgy németül van ráírva minden, sok minden, majdnem minden. Nyugodt karamell. 22 van benne, azt hiszem, mindenféle fajta dolog. Na mindegy. Kíváncsi leszek rá. Van benne. Piros, nem, narancs, kék, zöld, sárga. Mindegy, menjünk tovább, te jössz, húzzál valamit. Látok valamit. Mit látsz? Ez nagyon interesting. Na Muti, mi az? Oda nézzél! Haribo! Haribo! Van Haribo itt! Van itt nálunk Haribo, ugye gumicukor. Ugye valószínűleg gumicukor, de ilyen nincs. Nem. Ez gumi. Kerékgumi. De kerékgumit kaptunk. Ugye kerékgumit fogunk enni. Amúgy nem tudom, milyen íze lehet ennek. Elég érdekes. Ilyen biztos, hogy nincsen nálunk, meg eddig ilyen sincs. Ez eddig egy hasonló. Úgyhogy... Hasonló. Én kíváncsi leszek, hogy milyen ennek az íze. Olyan feketének néz ki, meg gumi, ugye? Biztos, hogy nem gumi az íze. Lehet, hogy kólás. Már nem biztos. Na ide, következő videóban megkóstoljuk. Villavarra. Ugyanis én húzok. Egy nagyot fogok kihúzni, ugyanis itt van egy ilyen hosszú. Új! Ilyen sincs itt mi nálunk, ami nem tudom, hogy ez micsoda. Ez nagy! Nagy, hosszú. Utc! Várjál! Ez utc! Ilyen több minden van benn, és hosszúkás. Ne gyógyulvasd, mert hát vagy elolvad. Mikor bántom, olyan, mint egy nagy kitkat. Ja, mint egy nagy kitkat, de külön vannak ezek. Látod, ezek nem egyben vannak. Na minden, következő videóban, ha megkóstoljuk, nem olvadt el. Amúgy eddig egy csoki is legalább, és ez biztos, hogy nem olvadt el, ezt nem látom. Ez sem olvadt el, de ahogy nyomogatom, ez sem olvadt el. Amúgy két hét volt, ha jól emlékszem, okay, két hét alatt ért ide. Olyan, mint ez indul. Hova indul? Itt, az a... Ott, de nehogy szétnyom nekem. Na, most te húzol. Okay. Húzzál valamit. De nem válogatunk, csak húzunk. Ez csók? Muti. Olyan, mint csók. Csók. Nem, a csók azt mondja, micsoda ez a csók. Nem, nem. Kréta. Angolul, ugye.
A csók az a kréta. Nem, magyarul. A kréta. Kréta, kréta. Úgy néz ki, mint a kréta. Te? Hát ilyen sincsen itt mi nálunk. Erre lehet, hogy lehet írni a táblára, nem? Hmm. Vagy a falra. Amúgy a belsőben nézd, van csoki. Vagy valami. Legalábbis egy ilyen, látjátok? Itt, mintha csoki lenne, és be van vonva valamivel, meg van benne a belsőben valami más. Te! Én nem tudom, hogy melyikkel fogjuk kezdeni a kóstolást. Eddig sok, és sok érdekes, a... jó dolgot kapunk. Mindig van még lehet, hogy nem jó, várjál, lehet, hogy nem jó, mert lehet, hogy megkóstoljuk, és azt mondjuk, hogy brá, nem jó az íze, de legalább megkóstoltuk. Ja, lehet, hogy igazi kréta. Amúgy, ha krétát eszel, nem tudom, hogy tudtad-e, de belázasodsz tőle. Legalábbis azt szokták mondani régen a gyerekeknek, hogyha nem akartál menni iskolába, ettél egy fél krétát, másnap nem kellett menni iskolába. Ha lehet, hogy ám mérgező, ezt csak én úgy hallottam régebben még mikor iskolás voltam, úgyhogy senki nem, hogy megegye a krétát nekem, hát valami rossz hatással van rád. Bár azok még a régi kréták voltak, ezek már új és kréták. És beteg leszel tőle. Lehet, hogy nagyon beteg leszel tőle. De azt mondták, hogy belázasodsz, hogyha legalábbis belenyomasz egyet vagy kettőt. Na mire? Úgyhogy ne egyetek jó, ilyen, krétát. Akar eltörni? Nem törik ki, ez ilyen kemény cukor. Jó, van, de... Na, ne! Éjjú! Ez nápoly is! Nápoly is! Azt tudjuk, hogy mi a nápoly, de hogy ez milyen nápoly, azt nem tudjuk. Te tudod, hogy ez milyen nápoly? Tudom, hogy az csoki. Csoki. Valami csokis. Na minden! Eddig jól néz ki, amúgy itt sok van egyben, látod? 2, 4, 6. Ja. Sok van egy difference. 6, 10. 10 darab ilyen csoki, jó, oda. 1, 2, 3, 4, 5. Nem is csoki, nápoly. De szereted a nápolyt. 10. 10. Ja, 7, 8, 9, ja, 10. Na, akkor ugye most te húzol. Vagy én húzok. Te húzol. Húzzál te. Húzzál. Nem válogatunk, húzunk. Még van egy pár édesség. Ez mi? Ez valami karamellás valami, mutatom nektek. Nem tudom, hogy ettetek ezek közül már valamit? Már biztos, hogy ettetek. Lehet, hogy Magyarországon is valamilyen már nem biztos. Aki meg gondolom, hogy ettél valamit. Ja, eddig az, ami hasonló van mi nálunk, de nem ilyen. Na mindegy, ez is érdekesnek néz ki. Ez ilyen feles-feles van, meg karamella, meg valami más. Csoki, gondolom. Érdekes. Na, én húzok. Oda néz. Joghurtos. Én szeretem a joghurtot. Szeretem a joghurtos csokit. Nálunk nincs joghurtos csoki. Csoki. Joghurtos csoki van nálunk? Nincs nálunk. Nem, csak egy csoki, nem joghurt. Csoki, de nem joghurtos csoki. Hát van, van joghurt és csoklatfej. Van csoklatfej flavored joghurt, de nincs... Van csokis joghurt, de nincsen joghurtos csoki. Na mindegy, érdekes lesz. Húzzál, még van egy 2 darab. Na egyet húzol, egyet te egyet én. Húzzál a legnagyobbat. Ez nem a legnagyobb joghurt. De azok közül... Oda néz, nápoly is valami, amiben van a közepébe, búza. Búza van a közepébe. Nem búza van a közepébe, csoki van a közepébe, de valami búzából készült valami. Biztos ilyen egészséges, úgyhogy ilyen sincs egyáltalán nálunk. Na várjál, én húzom a következőt, az utolsó pedig... marcipán! Ez marcipán? Tudod, mi az a marcipán? Amit a torták a tetejére szoktak tenni, ilyen figurákat. És... Ilyen sincs nálunk. Ennyi, látod? Dobjuk lent valamit. Ledobjuk. Úgyhogy onnan nézd, mennyi sok édességet kapunk. Te, mint. A következő videóban meg fogjuk kóstolni, nem megenni mindegyiket. Én eszem minden megkóstolni, és megmondjuk, hogy ilyen reakció videót fogunk csinálni, hogy jó-e, vagy nem jó-e, vagy milyen az íze. Bár biztos, hogy jó lesz. Ugye nincsen rossz csoki. Legalábbis szerintem nincsen rossz csoki. És rettentően meg szeretnénk neked köszönni, Sanyi. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. És ahogy mondtam, a következő videóban meg fogjuk próbálni. Ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy ti ezek közül mit ettetek, és melyik jó, vagy melyik nem jó, hogy fel tudjunk rá készülni. Bár lehet, hogy a meglepetés jobb lenne. Csak írjátok meg, hogy ezek közül melyik a kedvencetek, nem ezek, az összes közül, amit láttatok, vagy hogy egyáltalán ettetek el már ilyet. Gondolom, hogy nem, de... Ki tudja. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük neked, Davis közben elfutott. Mindenkinek további szép nap, hogy jó nap, hogy jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, hogy attól függ, mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! És ne felejtsétek el megnézni Sanyi vlogját, Vlogja Sanyit, a csatornáját, ha gondoljátok, iratkozzatok fel rá. Jó. Még egyszer köszönjük. Sziasztok! Davis most a befutott. Befutott. Majd lehet, hogy a Davis-re próbáljuk meg ezt a sok csokit. Kíváncsi lesznek a reakciójára. Na, sziasztok! Sziasztok!